Az A egé CCB 56400 BW szabadon álló kerámia alapos tűzhely, 50 cm széles, 60 cm mély, 85 cm magas, ez a modell hófehér kivitelben kerül forgalomba. Ennek a modellnek a sütőrésze A energiaosztályú, nettó 58 liter az űrtartalma. A főzőfelületen találhatunk két bővíthető zónát és két közepes méretű zónát, mind a négy főzőzónának külön maradék hőkijelzője van, hátul pedig egy gőzelvezető nyílás található, a sütőben keletkezett gőz és pára itt tud elszállni. A kezelőpanel mindkét oldalán a főzőzónák kapcsolója található. 9 fokozatban lehet állítani a főzőfelület teljesítményét, ahol bővíthető, ott pedig kattintással tudunk átváltani. Az óra középen található, meg tudjuk adni a sütési idő kezdetét, végét egyaránt. A végén vagy kikapcsolja a sütőt, vagy hangjelzést ad, illetve egyszerű percóraként is használható. Az óra bal oldalán található a hőfokszabályzó, 50-től 250 fokig állítható a sütő hőmérséklete, ha a sütő elérte a beállított hőfokot, akkor kialszik a kis kontrollámpa. Az óra jobb oldalán található a sütő funkció választó, itt választhatjuk a világítást, az extra gőz funkciót, csak alsó, alsó-felső sütést, nagy felületű grill, grill plusz ventilátor, hőlégbefúvás, infrasütés, hőlégbefúvás, illetve mirelit kiolvasztás funkciók találhatóak. Ezzel a gombbal tudjuk a plusz gőz funkciót aktivizálni. Nagyméretű panoráma ablaknak köszönhetően jól látható, hogy mi történik a sütőtérben. A kényelmes ajtónyitó fogantyúnak köszönhetően könnyű az ajtó nyitása. Könnyen szétszedhető az ajtó üvegezése, így az üvegrétegek között is tisztán tudjuk tartani. A sütő belső tere mindenhol le van kerekítve, így könnyű a tisztítása. Tartozéka egy grillrács, egy sütőlemez, illetve egy tepsi. Ennek a modellnek két pár teleszkópos sütősina tartozéka, melyet tetszőleges magasságba tudunk felszerelni. A sütő alján található medencét tudjuk feltölteni vízzel, és ehhez tudjuk aktivizálni az extra gőz funkciót. A készülék alján egy praktikus fiók található, használaton kívüli tepsiket itt tudjuk tárolni.